Megkérem dr. Korsó Zoltánt, a múzeum főigazgatóját, hogy házigazdaként is köszöntsön minket. Köszönöm szépen, tisztelt helyettes államtitkár úr, főosztályvezető asszony, kedves vendégek, kedves gyerekek, mindenki, aki erre a vakrandira megérkezett, a 2018. év az év emlőse a Földi Kutya nyitó rendezvényére, amelynek a Magyar Természettudományi Múzeumot helyszín. Nagy öröm számomra köszönteni itt a vendégeket, és büszkén mondhatom, hogy én talán azok közé, a kevesek közé tartozom, aki valóban találkozott is földi kutyával. Csorba Gábor és Németh Attila kollégáim segítségével vettem részt egyszer egy terepi kiránduláson, ahol hát különféle technikákkal, erről majd ők beszélnek, sikerült felszínre hozni, hogy így mondjam finoman szólva, a földi kutyát, és ez egy fantasztikus élőlény, ugye, ahogy a versben is elhangzott, gyakorlatilag olyan misztikus, rejtett életmódot él, hogy csak nagyon kevesen találkozhatnak vele, és láthatják, hogy valóban mi történik. Én azt gondolom, hogy ebben a tudományos előadásban, amelyik utánam következik majd ismeretterjesztő módon, arról is bőven lesz szó, hogy mik ezek a tulajdonságok, mik ezek a misztikus, teljesen különleges és más talajban élő állatoktól idegen bélyegek, amelyek a földi kutyáknak ezt az életét és a különlegességét rejtik. Magyar kutatókhoz fűződnek ezek az eredmények, amelyekről tudunk. Egészen majdnem 100 évre visszamenőleg léteznek olyan kutatási eredmények, amelyek a földi kutya életmódját és tulajdonságait próbálták meg feltárni. Az előadás mellett egy kiállítás az, amivel szeretnénk minél több ismeretet átadni a földi kutyáról. A Földi Kölök és Fogas Vakony címmel nyitunk ma egy kiállítást, amelyben részben az említett szakértők, akik a tudományos hátteret és az információt szolgáltatták, tehát Csorba Gábor és Németh Attila, de főként a kiállítás rendező kollégáimnak szeretnék köszönetet mondani, akik ebben részt vettek. A kiállítás rendezési osztály Katus Magdolna vezeti, és az ő vezetésével néhány új munkatárs, illetve a régi munkatárs Tőzsér Ágnes, aki ugye évtizedek óta a múzeumunk munkatársa, rajta kívül Perjesi Révész Antónia, Vukic Adrien és Turcsán Zsolt segítettek ennek a kiállításnak a megalkotásában, nekik mondok itt most köszönetet, illetve a marketing csoportunknak, amelyik az egész rendezvényhez például ezt a kitűzőt, amihez hozzá lehet jutni, és még a sok más reklámot és ismertetést tették hozzá, hogy ez sikeres legyen ez a rendezvény. Én nem is akarom tovább visszatartani az érdeklődést, hiszen azt hiszem, hogy igazi kíváncsiság a földi kutyát övezi, hogy minél többet megtudhassunk róla, és remélem, hogy a kiállítás is ebben segítséget nyújt, olyan videókkal, olyan ritka felvételekkel, amelyek ismeretet is átadnak, de egyben gyönyörködtetnek is erről a különleges állatról. Úgyhogy én ezzel nyitom meg a kiállítást és a rendezvényt, és kívánok mindenkinek a mai napra jó szórakozást. Köszönöm szépen. Bocsánat, még egyetlen egy gondolatot majdnem elfelejtettem, hogy az elkövetkező 4 nap, a ünnepnap, szünnap, ugye nem csak a cukiságokról, mint a földi kutya, meg a nyusziról szól, hanem húsvét ünnepe következik, tehát azt se felejtsük el, hogy húsvétnek valójában milyen tartalma van, ezt is tegyük azért a mögé ezeknek a különleges és érdekes állatoknak. Köszönöm szépen a figyelmet!